Egy héttel az európai parlamenti választások előtt több ezer ember gyűlt össze Bukarest belvárosában, ezúttal nem tüntetni, hanem ünnepelni. A tömeg egyszerre kiáltja a mondatot, mindenki Európáért. És pont ez az az üzenet, amit el akarnak küldeni, az összejövetelt egy civil szervezet szervezte. Kormányunk nemrégiben tett néhány rendkívül népszerűtlen intézkedést, mondja az egyik szervező, amelyet az Unió is kritizált. Mert a büntető törvénykönyvre, az igazságszolgáltatási rendszerre javasolt változások véleményem és az itt látható emberek véleménye szerint elfogadhatatlanok. Az aktivisták énekeseket, színészeket, újságírókat hívtak meg, hogy szóljanak a tömeghez, és győzzenek meg mindenkit a május 26-ai szavazás fontosságáról. Számomra az EU a jogállamiságot jelenti, a szabadság, a gondolkodás és a véleménynyilvánítás szabadságát, mondja a francia színész. A szavazás nem csak jog, hanem kötelezettség is. Az emberek a közösségi médiában szereztek tudomást, vagy civil platformokon osztották meg az információt a gyűlésről, és még egy koreográfiát is megszerveztek, ami üzenet Bukarestből Brüsszelbe. Egy nemrégiben Bukarestben végzett felmérés szerint 10 fiatal közül 9 úgy véli, hogy szavazásuk valóban számít, és 20%-uk szavazni fog most először. Közülük sokan itt vannak ma este ezen a téren, mondta az Euronews bukaresti tudósítója.